Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen. Uram, egyedül Te ismered minden embernek a szívét. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Amen. Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnapunkon énekeljük a 243. dicséretünket, így kezdődik: mélyen meghajlok ím színed előtt, töltsd ki kegyelmedet, öntsd ki erőd. Mind a három versszakát énekeljük a 243. dicséretünknek. Kedves gyülekezet, imádságra készülve hozzuk az Úr elé örömünket és bánatunkat.
vannak, akik telefonon küldték el imakéréseiket. Szeredi Péter írta, sokszor nézem és hallgatom a vasárnapi istentiszteleteket a világháron keresztül. Nagyon jó legalább így virtuálisan együtt lenni veletek. Köszönöm az értem elmondott imákat is. Szeretnék imát kérni családomért, unokámért, Máté, Tomi fia, aki a vártnál 2 hónappal előbb jött a világra. Máté már 4,5 hónapos, majdnem 5 kilós, szépen fejlődik. 6 nagyunokám is jól van. 2 hete volt először, hogy mindannyiukkal együtt lehettem az állatóta, nagyon jó volt. Móniért és családjáért is szeretnék imát kérni. Móni most a szünet elején 3 1-hetes tábort is szervez diákjainak. Kérem az Urat, hogy vigyázzon rájuk és általában a táborokban lévő gyerekekre és kísérőikre. Szeretnék imát kérni a gyülekezeteinkért és lelkészeinkért, és kérem az Úr áldását egyházunkra. Remélem, jól vagytok, Évát is sok szeretettel. Üdvözlöm, Péter. Ez Péternek az üzenete, és Lai Ildikó, hogy tervezték édesanyjával, hogy jönnek ma, de sajnos éjjel Zsuzsa mama elesett és megütötte a lábát, ezért nem tudnak itt lenni. Kérik, hogy gyújtsunk egy mécsest Zsuzsa mamáért is, hogy ne legyen semmi baj. Most jön majd az orvos, aki meg fogja őt vizsgálni. Aztán Katinak a férjéért, Imréért, és lányáért, Katáért imádkozzunk, hogy az Úr áldja és segítse meg őket. És imádkozzunk Istvánért, aki sokak számára teszi az életet szenvedésmentessé a kezeléseivel. Isten áldja meg Istvánt, a fájdalmak kezelő orvosát. Miriam, üdvözli szeretettel a gyülekezetet, gondoljunk őre is. Imádságunk van, és Anna küldte a születésnaposokról az imakérést. Matuzné Anikáért kér imát, akinek talán éppen ma vagy tegnap volt a 20. Beának van most a születésnap, ez így van? Július 2-án, de az itt van a közelben, Rívó Marikának 4-én, és Mariannak majd 9-én, de az még távolabb van. Anna most nem tud velünk lenni, mert a lányával van Szegeden, szeretettel üdvözöl bennünket, és Simoncsics Pétertől is idéz, rá is, és rájuk az ő családjukra is. Gondoljunk szeretettel. Láttam, hogy jött egy üzenet Pesenyei Lajostól is, de valamiért eltűnt itt a... Ha Lajos néz bennünket, akkor kérem őt, hogy küldje át még egyszer az imakérését. Kérdezem, hogy van-e valakinek imakérése? Kicsit tarts közelebb. Thank you.
most érkezésed előtt jött tőle üzenet. Hát nem tudom, lehet, hogy véletlenül kinyomtam a Pesenyei Lajos, igen, itt van ismétlés, imát kérek azért, hogy a holt feleségem 96 éves haldokló nagymamája a lehető legkisebb testi és lelki szenvedéssel tudjon elmenni. Sajnos nem írta Lajos a nevét a nagymamának, a keresztnevét, de akkor gondoljunk erre a kedves nagymamára, hogy békességben tudjon elmenni. Köszönjük, Lajos, hogy újra elküldted az imakérést. Igen. Igen, ha jól emlékszem, akkor 14-én lesz a temetése a Fiumei sírkertben. Majd pontos időt mondok még. Azt gondolják, hogy a vírus vitte őt el, és ezért a feleségének karanténban kell lennie egy darabig még. Szeretettel gondolunk rá, áldja meg az Úr az ő emlékét. Nagyon sokan kedvesen emlékeztek rá, hát a hivatalos sajtó szinte egyáltalán nem. De hát nekünk viszont az ő élete, emléke fontosabb. Igen, ott hátul valaki. Klárika. Értük, kérek.
imát azzal a gondolattal szeretném megtoldani. A nyilvánosságot. És érdemes lenne arra, hogy többen megismerjük, tehát arra, hogy utóélete legyen ennek a sok munkának, és ne csak egy fiók számára készüljön. Ő a 16. Hát Isten éltesse. És hálát adnak azért, hogy itt lehetünk megint együtt. Nagyon örülünk neki, és nagyon örülünk a kis jövevénynek. Pláne most, hogy gondoltunk a születésnapjára is. Rivo Marikának, igen. Hát, ha nincsen más, akkor köszönjük szépen, és akkor kérjük Istvánt, hogy a... Igen, már mondtunk. Tudunk, mondtunk érte? Igen. Isten szent igéjét Lukács evangéliumának a kijelölt szakaszából olvassuk, 36. a 7. rész, 36. versétől kezdődően, Lukács 7.36-tól így szól az ige. Kérte pedig őt, mármint Jézust, egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék. Annak okáért bemenvén a farizeus házába, leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törölte meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt hívta, mondta magában, ez ha proféta volna, tudná ki és miféle asszony az, aki őt illeti és bűnös. És felelve Jézus mondta neki, Simon, van valami mondani valóm neked? És az mondta, Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel.
és mikor nem volt neki miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban? Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta neki, igazán feleltél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, látod-e az asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törölte meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ő pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsátattak néked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket megbocsátja? Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökké való Isten, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy a te csodálatos, felfoghatatlan valóságodat oly közérthetően tükröztetted, ami Urunk Jézus Krisztus, a te egyszülött fiad életében, szolgálatában. Amikor rád gondolunk, akkor szeretnénk fölösleges szervilizmussal többet látni benned, mint az elesettek, a szegények pártfogóját, aki mélyen hajolsz le a porban lévőért, pedig te ebben akarod igazi nagyságodat megmutatni, és oly sokszor derül ki, hogy a rettegve tisztelt földi hatalmasokat semmi beveszed, és elfújod őket, mint egy porszemet, és közben a névtelenek azok, akik a te dicsőségedet ezen a világon sugározzák, és ezért adunk hálát neked, hogy minket is oda irányítottál az ő körükbe. Áld meg a mi egyházunk szolgálatát, te tartottál meg eddig is, tarts meg, kérünk a továbbiakban is, most újra és folyamatosan vizsgáztatnak, sanyargatnak, kontrollálnak bennünket, de dicsőítünk téged, hogy eddig nem hagytál bennünket megsemmisíteni, pedig nagyon kemény volt ez a küzdelem, rád bízunk ügyeinket, Urunk, és imádkozunk Szeredi Péterrel együtt, ő érte is sok szeretettel, és a családjáért, kis Máté unokájáért, Tomi fia kisfiáért, aki idő előtt született, és te megtartottad, gyarapodik ez a kisfiú, áld meg őt, és áld meg a többi hat unokát is. Imádkozunk Móniért, és a családjáért, azokért a táborokért, amiket szervezni fog, és Péter kérésére imádkozunk gyülekezeteinkért, lelkészeinkért és egyházunkért. Hallgass meg ezt az imát, és kérünk, hogy áld meg Pétert is. Ildikóra gondolunk, aki otthon maradt ma Zsuzsa mamával, és különösen is imádkozunk Zsuzsa mamáért, aki elesett. Kérünk téged, hogy te tartsd meg, áld meg, erősítsd meg, és áld meg az egész drága családot, a fiúkat is, mind Imréért is imádkozunk, és Katiért, Kati párjáért, a másik Imréért, segíts meg őt, ő is olyan sok embert gyógyított, sok szeretettel, buzgósággal, tekints most rá, és segíts meg őt életének ebben a nehéz szakaszában. Te vagy az ő orvosa, Urunk, és kérünk, hogy áld meg lányát, Katát. Imádkozom azért a fiatalemberért, aki itt kérte, Bütyökért, aki kérte a héten, hogy ugyanabban a kórházban kedves öreg barátját, akit fölkarolt egy hajléktalan, segítsd meg és áld meg úgy szintén, és Gabriellát is, aki ugyanebben a kórházban van. És imádkozunk hozzád
Istvánért fájdalmakat kezelő orvosért, aki sok-sok jót tett önzetlenül emberekkel, áld meg az ő szolgálatát és életét, családját. Imádkozunk Miriamért, aki messze távol tőlünk követi figyelemmel a gyülekezet életét. Áld meg őt gazdagon, áld meg kis Mr. Zakot és Miss Sophie-t, áld meg az egész drága családot és Miriam életét is. Imádkozunk Annáért, aki úton van Júcsi lányával, és aki a születésnaposok nevét hozta ide közénk. Imádkozunk Anikáért, Beáért, Marikáért, Marianért, és imádkozunk Simoncs és Péterért, akinek visszaadtad a hangját, Lajossal volt felesége, 96 éves nagymamájáért imádkozunk, aki úton van hozzád. Segítsd meg ezen a nehéz, ismeretlen úton, és légy te ott is az ő oltalmazója. Judittal imádkozunk, Ildikó tanítványáért, aki változatlanul nagyon nehéz helyzetben van. Kocka Zsuzsiért imádkozunk, ki maga is gyenge egészségi állapotban van, de te áld meg lányát, Zsuzsit, és áld meg unokáit is, hajdan volt férjéért is, kérünk téged, hogy könyörülj rajta, és imádkozunk Judit kérésére, Szeredi Péterért is, és hogy te add áldásodat valamennyiünkre. Margittal, Mike-ért és Janettért, a Willis családért, Gyöngyiért, a gyászolókért kérünk, Krisztáért, Csilláért, akinek a szülei betegek, és imádkozunk a szegény jemeni népért, de minden háború sújtott a népért is, de itt Jemenben különösen nem csak a háború, hanem a koronavírus és a kolera is pusztít, könyörülj rajtuk. Julával, Pálint gazdáért imádkozunk, oly sok ember számára adott örömöt, az életről beszélt, és szerette a te első teremtmény, élő teremtményeidet, a növényeket, és elplantálta bennünk is az irántuk való gondoskodó szeretet eszméjét, áld meg az ő emlékét, és áld meg, kérünk Antóniát, az ő párját is. Júlcsival hálát adunk az ötnapos táborért, olyan szépen ért ez véget. Köszönjük a gyerekeket, akik szép műsort adtak, és azokért a művészekért, akik oly sok örömmel működtek együtt, pedagógusainkkal, mindannyiukat áld meg gazdagon, és áld meg Annát és családját is, Gyurit és Anikót, a gyerekekért is kérünk. Évával, Icas néniért imádkozunk, köszönjük, hogy most jó helyen van, hallgass meg az ő vágyakozását, a gyülekezet és otthona iránt. Beával, a családjáért imádkozunk, egyházáért és azokért, akik segítenek a különböző szolgálatokban. Klárikával, a diplomázókra gondolunk. Kérünk, hogy áld meg őket, hogy ne maradjon a munkájuk csak szűk körben, és ne kerüljön feledésbe. Judittal, a 16. kis unokájukért, Sámuelért, kérünk téged, Urunk, áld meg ezt a háromnapos kisfiút ott Londonban, és hálát adunk együtt, hogy itt lehetnek velünk, és imádkozunk még Judittal, Oldova Györgyért, akinek új könyve jelent meg, és ennek volt a bemutatója tegnap előtt, és Rivo Marciért is kérünk még egyszer, Urunk, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A helyünket elfoglalva 409. dicséretet énekeljük, előttem tárva egy kapu, sugárzik tiszta fénye. Ezzel az énekkel készüljünk az ige hirdetésre. Kedves jelenlévő és az igehirdetést interneten követő gyülekezet, Isten szent igéjét nem a bulletinben található, hanem az útmutatóban lévő textus alapján hirdetem ma. Ez az ige pedig Mikeás próféta könyvének az utolsó fejezetében, a 7. fejezetében, 18. verstől követhető, felállva hallgassuk meg. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt,
és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat, bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket, hűséget mutatsz a Jákobnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak még az ős időkben. Eddig olvasuk a szent igét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, nem először mondom azt, hogy amikor valaki a kezébe veszi a Bibliát, és sokan, sok év elteltével gondolnak arra, hogy ezt egyszer végig kellene olvasniuk, akkor nagyon egyszerűen annyit szoktunk mondani, hogyha tartalmi megismerésen túl, ha szeretné a Bibliának azt a hatását is megtapasztalni, hogy ezen keresztül elkezd hozzánk szólni a láthatatlan és megfoghatatlan örökkévaló Isten, akkor figyeljenek három dologra. Az egyik dolog az, hogy mit mond a Biblia Istenről. És legfőképpen ehhez fogunk mindjárt visszatérni, de a másik dologról is szó van itt, ebben a szakaszban is, hogy mit mond a Biblia rólunk. Mert egészen más az isteni kijelentésen keresztül megismerni önmagunkat, szembenézni önmagunkkal, mint úgy egyáltalán vélekedni saját magunkról. Olykor eltúlozzuk gyarlóságainkat, és reménytelennek látjuk a jövőt, és olykor pedig fölösleges és hiába való derűlátással legyintünk mindenre, és azt képzeljük, hogy életünknek semmiféle következménye nincsen, de ez nem így van. És ugye a harmadik dolog az, hogy a Biblia megfogalmaz-e valamit arról, hogy mire ösztönöz bennünket Isten, mi az életünk célja és értelme, mert ez is mindig foglalkoztatja és nyugtalanítja a gondolkodó és értelmes embert, mi végre vagyok ebben a világban. Hát amikor ide jutunk a próféta könyvének a végén, aki egy olyan sajátos kornak az embere volt, amiben négy rendkívüli próféta is volt, egyik jobb, mint a másik, egyiknek a könyve gazdagabb és szebb, mint a másiké, mert mindegyikről ezt mondhatom, Hóseás, akit a legnagyobbnak tartottak egyesek, Ézsaiás, akinek a könyve a legterjedelmesebb, három kötetét egyes biblia kutatók különböző korokba is helyezik, de mégis nagy-nagy összefüggés van, mint három kötet között. Ámos próféta, akinek a nyelvezete, a dolgokhoz való hozzáállása engem mindig elvarázsol, elbűvöl, és hasonlóképpen Mikeás is. Mikeás, akinek a könyvéből most veszünk egy részletet. A kor, amiben Isten ilyen gazdagon gondoskodott a megszólaló emberekről, még kevésbé megőrzött emlékű prófétákat is felidéz, van köztük olyan, akinek el kellett menekülnie Egyiptomba, s onnan hozatták haza, és végeztek vele. Ézsaiás sem természetes úton halt meg, módon halt meg, de mi most Mikeásra koncentrálunk, időszámításunk előtt 750 és 610 között volt az ő működése. Ő az a proféta, aki ugyanebben a nehéz időszakban, történelmi időszakban hirdette Isten üzenetét, ha valaki előtt ott a könyv is,
végiglapozza a címek szerint legalább Júda és Izrael mindkét királysága elpusztul a bálványozás miatt, kezdi ezzel a könyvét, aztán folytatja azzal, hogy jaj a gonoszoknak, akik előtt a hazug prédikáció kedves, aztán beszél, hogy oldja ezt a nehéz üzenetet arról, hogy van Istennek kegyelmes ígérete az ő népe számára, de utána kénytelen a világi és vallási vezetők büntetéséről, Jeruzsálem pusztulásáról szólni, előrevetíteni a messiásnak az országlását, amit mindenki oly nagy sóvárgással vár, de ehhez kapcsolódóan Izrael visszatérése, szabadulása a nagy próbatétel után, a messiás szülő városáról és kegyelmes országlásáról beszél, Izrael dicsőségéről és megtéréséről, de a nép hálátlanságáról, az Istennek tetsző áldozatról, a bűnért járó büntetésről, és most az utolsó fejezetben azon kesereg a fejezet elején, hogy oly kevés az igaz, oly kevés ember van, akire számítani lehet, ezt így mondjuk ma, aki jó közöttük, az olyan, mint a tüske, aki igaz, olyan, mint a tövisbokor. És ilyeneket mond, hogy még a barátnak se higgyetek, ne bízzatok a tanácsadóban, mert az egész világ megbolondul. A fiú bolondnak tartja apját, a lány anyja ellen támad, a menny az ő napa ellen, az embernek a saját háza népe az ellensége. Máté evangéliumának végén is, vagy Jézusnak az idők végéről szóló prédikációjában ugyanez a gondolat előjön, és a proféta azzal folytatja, hogy de én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem, és így jut el végül a fejezetnek a végéhez, ahol felveti ezt a kérdést, ami egyik kérdésünk is bibliatanulmányozásuk közben, hogy kicsoda az Isten. Nem így kérdezi, hanem ezekkel a szavakkal, hogy kicsoda olyan Isten, mint te. És ezután folytatja Istennek azokkal a tulajdonságaival, amelyekre nekünk mindenképpen figyelnünk kell. Mi az, amit Istennel kapcsolatban a leginkább követhető, értelmezhető bizonyítékoknak tekinthetünk? Hát az egyik a teremtésnek a csodálatos műve. Kicsit beszélgettünk az elmúlt héten a férfi órán, amiért elfelejtettünk hálát adni, pedig nagyon jó volt Balatoni Péterrel, aki azt mondta, hogy most a koronavírus idején gondolkozott el azon, hogy milyen hiába való az, amit ő csinál, a művészet. És akkor fölidéztük Churchill szavait, akit a háború alatt a művészetek félretolására és korlátozására bátorítottak, és azt mondta, hogy akkor miért harcolunk. Nem lehet bizonyos dolgokról, így a mezei virágokról se, pláne azokról, amelyeknek nincs még gyógyító értékük sem, amit károsaknak tekintünk, nem lehet felvetni a kérdést, hogy őket miért teremtette Isten. De nehéz a nagy búzatáblát, búzavirág, katán, kóró, pipacs nélkül elképzelni, az árvalányhaj nélkül, és ha nincs ezeknek más szerepük, mint hogy egy szerelmes csokorban annak, akit szeretünk, odaadjuk, és egy pár napig virágzik a vázában, vagy a legény a kalapja mellé tűzi, bár
elég keveset hordanak ma már kalapot, és itt az árvalány hajnak ez a régi kedvelt helye megszűnt. Szóval Isten teremtette a világot, és nem feltétlenül az a kérdés, hogy miért, lehet rá az a válasz, hogy gyönyörködjünk benne, hogy lássuk a megfejthetetlen isteni titok néhány gyönyörű bizonyítékát, néhány törvényszerűséget, a dolgok működésének szépségét és rendjét, hogy bepillanthassunk abba, hogy Isten mit szeret. Nem csak praktikus a világ, hanem esztétikailag is lenyűgöző. És nem jutottunk a végére a titkok megfejtésének. Istenről, az ő gondolkodásmódjáról, a kis fűszáltól, a kolibritől, a sólyommadárig, vagy az apró láthatatlan kicsi vírusoktól, a mamutig, az elefántig, a cethalakig, a bálnáig gyönyörködhetünk az ő teremtett világában, és azt mondja erről az ige, hogy ezeket azért teremtette, hogy játszanak előtte. Mi is el tudjuk nézni órákig a tenger vagy a folyó mellett ülve a víznek az útját, a felhőket. Emlékszem, gyerekkoromban hányszor feküdtem hanyatt és néztem, ahogy az égen átalakulnak a felhők, és sosem tudtam megunni ezt, ahogy a szél zúgását, a falevelek zézegését, és akkor még alig tudtam valamit arról, hogy mire, miért teremtette őket az Isten, hogy milyen fontos lenne, hogy ne vagdalják ki a városi fákat, mert azok tisztítják a levegőt, azon kívül, hogy gyönyörűségesek és árnyékot adnak. Szóval Istenről annyi mindent megtudhatunk ennek a teremtett világnak, a vadul rombolt, gyönyörű teremtett világnak a szépségeiből. De mást is megtudunk róla. Az ő önzetlensége, nagyvonalúsága és esztétikai kötődése, nem úgy van, hogy a mi esztétikai érzékünk felülmúlja az övét. Mindent tőle tanultunk és örököltünk. Anélkül, hogy mindenen végig mennénk, mert sok egyéb bizonyíték is van, a másik dolog, amit a kijelentésből a szóbeli és az írott és a bemutatott kijelentésből tudhatunk meg, az Istennek az a természete, ahogy a vergődő, gyarló, botladozó, istenkedő, hetvenkedő emberhez viszonyul. Néha pláne, ha nem rólunk van szó, sokaljuk Istennek a jó indulatát. És ilyen gyatra, ostoba kérdéseket vettük fel, hogy mikor csap már le Isten, mikor elégeli meg a dolgot. És akkor csendben halljuk, hogy voltak életednek olyan pillanatai, amikor ugye milyen nagy baj lett volna, ha lecsaptam volna, és nem várok türelmesen. Itt a proféta négy dolgot mond Istennek arról a valóságos természetéről, amit ne tessék ellenezni, amiről ne tessék azt mondani, hogy ez nem igaz. Ne tessék az ellenkezőjét állítani, mert az az Isten kép, amit e helyett sugároznánk, az nem valóságos. Milyen ez az Isten, akiről itt a proféta beszél. Ez az Isten az, aki megbocsátja a bűnt. Nagyon nehezünkre esik az apró kis bántásoknak a megbocsátása is. Még annak ellenére is, hogy a személy, aki a bántást okozta, esetleg bocsánatot kért. Úgy bele tudunk szorulni a megbántottságunkba,
nem jellemző ránk, hogy könnyen megbocsátunk, és ehelyett azt kell hinnünk, mert erről beszél az ige, hogy abban a pillanatban, amikor eladja a szánkat azt, hogy bocsáss meg, Isten megbocsát. Lehet, hogy egy perc múlva újra vétkezünk, és egy idő múlva ráébredünk, hogy de hát egy perccel ezelőtt bocsátott meg az Úr, hát nem szégyellem én magam. És ha valami megtérésre visz, akkor Istennek ez a nagy vonalúsága, ha valami megtart az ő közelében, akkor Istennek ez a csodálatos tulajdonsága, hogy ő hisz bennünk, és akkor is hisz, ha tökéletesen ismeri esendőségünket, hisz ő az alkotók, tudja, hogy porból vagyunk, törékenyek vagyunk, mint az agyagedény, és hogy az értékünk is nagyjából talán ennyi lehet, de szerelmesen szeret, hogy a művész a maga alkotását, és miután a maga lelkéből szakított nekünk is, és adott nem csak földi életet, hanem örök életet is, összeköt bennünket az ő szeretete, a tőle kapott lélek, és a bennünk való hite, bizalma megbocsátja a bűnt. Én ezt nem vitathatom, nem mondhatom, hogy létezik olyan nagy bűn, amit ugyan bánok, de Isten azt nem képes megbocsátani. Ez a kis buta kérdésünk, hogy van-e akkora kő, amit Isten se tud felemelni. Nincs. Az egész kérdést ki kell dobni, mert értelmezhetetlen. Van-e olyan bűn, amit én megbánok, és Isten nem tudja megbocsátani? Nincs. Tehát Istennek az első nagy tulajdonsága, amit itt a próféta az Isten 13 tulajdonságából merít, hogy Mózes második könyvében megtaláljuk ezt, és amit mondjuk így a zsidóság hitvallásának, hiszek egyének is neveznek, az első helyre ezt emeli a próféta, hogy aki megbocsátja a bűnt. És ez az üzenet tükröződik Jézus Krisztus földi működésében, evangélium hirdetésében, és Krisztusnak mondjuk héberül messiás, hogy a zsidóság nem benne látja a messiást, abban nagy része van a keresztényeknek. Nem tudom, hogy az a bűn, amit a zsidósággal 20 évszázadon át szemben elkövettünk, az mikor bocsátható meg, és mikor lesz abból igazi megtérés. Ha igen, akkor ugyancsak a zsidó fiúnak az érdeméért teszi meg, a zsidó Jézusért teszi meg az örökké való Isten. A kicsoda olyan Isten Jézus megjelenésében öltött testet, aki azért jött, hogy az elveszettet keresse, ez az egyik igénk ma az útmutatóban. És aki nem másért jött, mint hogy beszéljen erről, hogy Isten meg akarja bocsátani a bűnt. Más a helyzet azzal, aki még mindig ott tart, hogy más világra szóló gazemberekhez hasonlítgatja önmagát, és nem tudja elhinni, hogy ő is bűnös ember, és van, aki hétköznapi elesettsége, gyarlóságai miatt reménytelennek látja azt, hogy az Úr szóba álljon vele. Pedig Isten az, aki megbocsátja a bűnt. Tovább megyünk, a második ilyen tulajdonsága az Úrnak, aki elengedi a vétket. A mi atyánkban azt imádkoztuk, ha Lukács szavai szerint imádkoztunk volna, hogy azt a részt, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek, az úgy van Lukácsnál, hogy engedd el a mi adósságainkat, ahogy mi is elengedjük azt, amivel nekünk tartoznak az emberek. Nem könnyű ez. Nem tudom, van-e itt olyan személy, aki adott úgy kölcsönt, hogy nem kapta vissza, vagy lett kezes másért, hogy az illető aztán elosont, és rajtunk hagyta a kezességgel vállalt összeget, amit évekig törlesztettünk. Elengedni
az adósságot, és legyinteni rá, és azt mondani, hogy majd Isten kárpótol engem. Ó, annyi emberi tartozás van, amit olyan nehezünkre esik elengedni, és akkor is, ha tudjuk, hogy nem lehet behajtani a másikon, emésztjük magunkat, mérgezzük magunkat az adós iránti haraggal. Ó, mennyivel tartozunk Istennek? Uram, mennyivel tartozom neked? És az üzenet az, hogy spondját rá. Elengedem. Nem kell megtéríteni, úgyis lehetetlen. Nem tudom megtéríteni azt, amivel Istennek tartozom, hibás döntéseim, önző életgyakorlatom és egyebeim miatt. Elengedi a vétket. A harmadik tulajdonság, amiért a proféta okvetlenül a valódi Istenről akar beszélni, akit nem ismerünk. És joggal kérdezgetjük, hogy kicsoda olyan Isten, mint te. Van ilyen Isten? A harmadik tulajdonsága, hogy nem tart haragot örökké. Az örök harag, amit olyan nagyon ismerünk, évekig, évtizedekig tud családtagok között fennállni. Nem jövünk össze, nem megyünk el egymáshoz még szép családi események esküvő alkalmával se. Nem üzenünk vissza, nem állunk szóba másikkal, mert valamiért haragszunk. Még az is lehet, hogy igazunk van, de annyira igazunk soha nem lehet, mint Istennek, aki haragudhatna, de nem ez az ő természete, hogy örökké haragszik, hanem az az ő igazi természete, hogy nem tart haragot örökké. Fordíts felénk a te arcodat, fogjuk most mondani a gyerekek áldásánál is, mondom Áronnak is, hogy lesz mindjárt nem sokára gyerekek áldása, és akkor is azt fogjuk kérni, hogy ne fordítsd el az arcodat haraggal tőlünk. Ahogy a gyerekek nem szeretik, ha nem néz rájuk az, aki mindent jelent a számukra, a szülő. Nézd rá, fordíts felé jóságos arcodat. Hát ezt láthatom, hogyha Istennek fájdalmat is, jogos haragra okot adó fájdalmat okoztam is, nem tart haragot örökké. Ó, Uram, én megharagítottalak téged évekkel ezelőtt, most jut eszembe, hogy kamaszkoromban, bakfiskoromban valamit nagyon elszúrtam, és most ébredek rá, olvasva a te szent ígédet, most jön elő egy történet, amit eltemettem, és nem tudok szabadulni tőle. Te még mindig haragszol? És ma vasárnap délelőtt csodálatos Mikeás proféta szavait olvasva azt hallom, hogy te nem tartasz haragot örökké. Köszönöm, Uram, hogy már nem haragszol. Ismerjük a kár örömöt, az irgalmatlan embernek a viháncolását, belenevetését a másik arcába, vagy a kamerába, jaj, a legyőzöttnek vigyorgását, amikor gyönyörködik valaki abban, hogy a méltatlanul vagy hamisan szerzett hatalom segítségével basáskodhatik mások felett. Isten ilyet sosem tesz. Isten nem gyönyörködik az irgalmatlanságban. Isten az irgalmasságban gyönyörködik. Szóval a történelem, aminek részesei vagyunk, a kor, amiben ezek a csodálatos proféták kiabáltak, könyörögtek, beszéltek a messiási üst korszakról, a megtérés fontosságáról,
a Messiás eljöveteléről, arról, hogy ez akkor is be fog következni, ha mi most nagyon elszúrjuk a dolgokat, és tudjuk, látjuk, hogy miközben az Úr üzeni, hogy ő nem haragszik örökké, aközben azt tapasztalja a proféta, hogy elveszette földről a kegyes, és nincs igaz, igaz sincs az emberek között. Minnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadásza atya fiát, gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez, a fejedelem követelőzik, a bíró fizetésre vár, a korrupció soha ilyen nagy nem volt, mint ekkor, a főember is maga mondja el a lelke kívánságát, és összeszövik azt, és egy olyan idő ez, amikor a barát és a tanácsadó is gyanúsá válik előttünk. És ebben a történelmi korban tudjuk meg, hogy kicsoda valójában Isten. Az ő tisztasága, az ő megbízhatósága, az ő állhatatos jósága, akkor is, amikor majd rókák fognak futkározni Jeruzsálem romjai között, és baglyok ülnek a valaha szeretett falak tetején, és az éj boszorkány, ez azt hiszem, hogy valamilyen szárnyasnak a neve, szóval nem a mesebeli boszorkány, de amikor sosem látott félelmetes madarak és vadak fognak ott megjelenni, ahol hajdan, annyi örömmel énekeltük az arándok énekeket, és voltunk boldogan együtt, és ünnepeltünk. Elronthatjuk, tönkre tehetjük a történelem éppen aktuális időszakát és az egész környezetünket, de Isten szeretete nem változik meg. És aki elkezd azon gondolkozni, hogy hol volt Isten, amikor romba dőlt Jeruzsálem, nem jó irányba megy, mert a földet nekünk adta, és elegendő erőnk, muníciónk lenne arra, hogy megakadályozzuk Jeruzsálem romba döntését, hogy ez nem sikerült, hogy nem sikerült ehhez többséget szerveznünk. Ebből nem következik, hogy akkor kiszállunk, és akkor egy másik Istenről kezdünk beszélni, hogy körbeutazzuk a földet, hogy hol érezhetnénk jól magunkat, hanem belekiabáljuk. Jeruzsálem elnémult, kihalt, romos éjszakájába, könnyeink közepette, kicsoda olyan Isten, mint te, mert most világít igazán a te csodálatos valóságod, aki megbocsátasz bűnt, elengeded a vétket, nem tartasz haragot örökké, gyönyörködsz az irgalmasságban, nem a számon kérésben gyönyörködik, nem a tökéletes törvényeket kéri számon. És hát vagy így a mi hitvallásunk szavaival, nyelvtani formájában kell idéznünk, vagy érthető az eredeti szöveg, úgyis ez a hozzánk térvén könyörül rajtunk, hogy hozzánk térvén könyörülj rajtunk, térj hozzánk, nekünk már arra sincsen, Urunk, erőnk, hogy mi megtérjünk. Kérünk hozzánk, és ha valami megütött mélyen és megérintett Jézus megjelenésében, akkor ez, hogy közel jött, elébem jött az én irgalmas Istenem, mert én már nem tudtam oda menni hozzá a bűnbánatommal. Kérlek ezért, térj hozzám, könyörülj rajtam, és taposd el álnokságaimat. Igen, tudom, hogy a hátad mögé, a tenger mélyére veted minden bűnünket. Ki az, aki onnan azt előhozhatná? És te vagy, aki hűséget mutatsz Jákobnak, irgalmasságot Ábrámnak. Érdekes, hogy kimarad Izsák innen, most nem mélyedünk bele, hogy vajon miért, de két kulcs fontosságú személy az ősatyák közül, a hit atya és az ígéretek megalapozója, a nép megteremtője, Jákob és Ábrahám,
az ő életük, az ő ősidőkben mutatott életük, oly kevés eszköz állt rendelkezésükre, és mégis megtapasztalták, továbbadták Isten hűségét, megtartó szeretetét. Hát kicsoda olyan Isten, mint te, Uram, ma gyönyörködtünk ő benne, elkezdjük őt imádni, és elkezdünk ebben az Istenben hinni. Nem a magunk teremtette Istenben, vagy abban, akit mi szívesen látnánk, akit mi a magunk speciális igazságérzetével kontrollálnánk, és ahogy szűkítenénk az ő irgalmasságát, vagy módosítanánk. Nem, nem az az Isten. A kérdésre, hogy kicsoda vagy te, Uram, kicsoda olyan Isten, mint te, az a válaszunk, hogy a hiteles Isten, ez a könyörülő, ez a már-már az elfogultságig bennünket szerető Isten. Hát hogy ne térnénk akkor ő hozzá? Segítsen meg bennünket a döntésben, ami Urunk. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy könyörülő vagy és bűnt megbocsájtó Isten. Szeretnénk hozzád jönni bűnbánattal és hittel, reménységgel. Köszönjük, hogy egyedüli Úr Istenként tisztelhetünk téged, szeretnénk magasztalni a te szent nevedet, alázattal jönni hozzád minden esetben. Köszönjük, hogy te felemelsz minket, nem gyönyörködsz az irgalmatlanságban, hanem az irgalmasságban, irgalmasságnak atya vagy. Segíts, hogy tőled tanuljunk, mi is legyünk irgalmasok másokhoz. Tőled tanuljuk azt a szeretetet, hogy te szolgálni jöttél Jézus Krisztus által is ide a földre. Hadd tegyük így kezedbe a mai napunkat és az előttünk álló hetet, adj nekünk békességet a te követésedben, mindazokhoz, amelyeken nem tudunk változtatni. Oly sok dolog van, ami körülvesz minket, nehezen viseljük esetleg a meleget, vagy mást, még ennél is nehezebb dolgok vesznek körül minket, és nem tudunk változtatni rajta. Ezeket is a te kezedbe tesszük, a te kezedbe tesszük saját magunkat is, hogy adj nekünk bátorságot, hogy változtassunk saját magunkon, amit tudunk, és így kövessünk téged szolgálva embertársainkat. Amen. Az 61. dicséretet énekeljük. Az ének utolsó verse előtt kérem a gyerekeket először, hogy jöjjenek és vegyék az áldást. Aztán a hirdetések hangzanak, a gyülekezet áldása, és végül záró énekként énekeljük majd a 361-es dicséret utolsó verszakát. Thank you.
vagy körülieket. Külön örül, Ádám, milyen sokat nőtt, örülök, hogy itt vagy, és annak is, hogy a lányok is képviseltetik magukat. Áldjon meg titeket az Úr, és vigyázzon rátok, fordítsa felétek ezt a kedves arcát, mosolyogjon rátok, és adjon nektek békességet, és sok-sok áldást, mint ahogy Sárának, Leának és Ráhelnek, Rebekának is, fiúknak pedig, mint Efraimnak és Manassének. Tessék, tettek. Meg még egy kört futunk, hogy hátaljuk kettő. Nem biztos, de egyelőre egyet. Egyelőre egyet. Az már harmadik lenne. Nem biztos. Tudom, de várjál, mert még a többi. Rendben. Hát maradt még kettő, viszont van nekünk születésnapusunk is. A jelenlévők közül be az egyik, ott leg hátul. Ki is van még itt a születésnaposok közül, más nem. Hát magukra vessenek születésnapos. Itt hátra. Hátra, felnéli, ott van hátul, leg hátul. Szeretném a hirdetéseket mondani, hogyha Isten megtart bennünket szerdán, 5:30 a szabadság ima hangzik el. Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek az ima elmondásában. Most Ildikó és Petra, akik hajdan összeállították ezt, úgy látják, hogy egy kicsit aktualizálni kell a szöveget, de azt tapasztaltuk, hogy sokaknak jelent ez sokat, ez az imádság. Köszönjük a részvételt benne, annyi mindent megfogalmaztak ott, annyi fontos dologra irányul a figyelem. Köszönjük ez ebben való részvételt. Tehát 5:30 szabadság, ima 6:00 bibliaóra, megtartjuk az online közvetítési formát, és ugyanígy a szombati alkalmon is, hát most többeket meglepette a lerövidítése az alkalomnak, arra gondolok, hogy a 2 órára tervezett időszak egyik felét odaadjuk azoknak, akik látni szeretnék, sokan vannak ezt az alkalmat, de eljönni nem tudnak, és akkor a másik fele, mint ahogy most szombaton is volt, azoké, második óra, akik viszont kezdettől ki is találták ezt az együttlétet, és beszélgetős formában szeretnének ott lenni. Hirdetem azt is, hogy most is maradhatunk itt egy kis beszélgetésre. Köszönöm, hogy az óvintézkedéseket többségünk betartja. Szükség van erre, hiszen a vírus itt van még közöttünk, és imádkozunk is, hogy mindenkit őrizzen meg az Úr, és ha Isten megtart bennünket, jövő vasárnap is 8:30 között az ima órát tartjuk meg itt, és utána 9:00 az Úr megsegít bennünket, úrvacsorai Isten tiszteleten leszünk együtt. Hát ennek a formáját, a külön kis ivóedényekben való felszolgálását a bornak fogjuk gyakorolni változatlanul. Álljunk fel még az áldásra. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen.
Thank you.